32 kiló! No. Jó, le van ragasztva. Meg jó nagy. Bár ez a maszkoló szalag, ez érdekes. No. Ez azért durva. Azt a kur... Azt a mindenit. Gyerekek, 32 kiló. Ez egy Outline LF 800. Hú. No. Hú, elég robosztus egy valami. De van 4 fogantyúja, úgyhogy meg lehet legalább emelni normálisan. No. Nézzük meg közelebbről. Ha. Na gyere csak le onnan. Hát először is van egy nagyon durva kábele. És van egy szép hátulja neki. És ott van, hogy ő egy ott Outline LF. Made in Italy. Warning is van. Hangszóró, hogy kell hidalni. És kimenetbe menet. Kimenete banyányos. Bemenete az meg balance, dumb balance, van rajta egy célja. Tudom majd hajtani, tök jó. És itt is. És hol írja, hogy mit vesz? Hűha. 220-as, nagyon jó, 240, 50-60 Hz, hát azt nem írja, hogy mit zabál, de a leírásába kilowattokat emleget, nézzük meg előről. No, előről meg ilyen. Ott szerintem az Alien akart kijönni, de nem sikerült neki. És akkor mink van nekünk? Mindenféle visszajelzésünk. Ha meleg, ha nem meleg. Nagyon helyes. És van neki egy kivezérés jelzője, ami nem megy. Legjobb tudomásom szerint. És a hangerő szabályzáshoz ilyen rejtett pot is. Nem lóg ki a vége, hogy ne csavargass. De nézzük meg, milyen belülről. Fedelét sok csavar nem tartotta, csak ennyi. Meg hiányzott is a fele, majd pótoljuk. És ilyen belülről, hát egy nagyon durva nagy toroid van középen. Itt meg két nagy hosszú hűtőbordánk van, alapvetően itt ezzel a nagy 230 voltos ventilátorral állandóba átszellőztetve az egész, mert hát ez itt oldalt elfúj mellette, és ott kijön valahol a hátsó rácsokon a szél, és ezzel hűti a trafót is, és a nagyon durva kondenzáció is itt van. Ajaj, ez gyanúsan magas feszültségről megy, gyerekek, ha 120 volt DC és kondi van benne 15.000 mikró. Hát na, végtelen az isztorok, meg ott rejlenek, ott bujkál, emerről csak a lábát láttam. Nicsak, Teó, hármas tokozásból egy nagy rakás. Ott végig, mert remide is csak a lábak látszanak, de szerencsére talán nem az a baja, hogy nem szól, hanem csak a kivezérés jelzője, amit bujkál az elején, ez nem akar valamilyen működni, hát... Remélem, hogy megtalálom a baját, de most először kitakarítjuk egy kicsit. Sajnos sokkal tisztább nem lett ez ilyen, szerintem ilyen nikotinos por, és bele van égve. És amit még láttam, ott van lenne egy grét azon az alumínium sínen, ha az alumínium, meg ott a másik. És kipróbáltam, leválasztóból indítottam, gyerekek, és lágy indított, nem csapta le egyből azokkal a nagy kondikkal a leválasztó kis megszakítóját. Csicsat! Kitkatt, és elvileg szól a két oldal, ha mindjárt adok neki jelet, meg rákötök valamit, és most alapba vesz nem sokat, egy olyan 100 voltampert. Na, kössünk rá hangfalat.
Még nem térképeztem föl, de felső bisztin 100 volt. Gyerekek, ez ráz. Alsó bisztin. Nem szikráztatok bele. Na, az előbb sikerült belemérni. Minusz 100. Tehát nem H-osztályú, azt tudni. De a kondérokon is. Tehát 200-100-on megy, nem véletlenül 120 voltos. Ott abban piros is világít, de ott is világít piros. Valamiért a hang nem jut ki, mert a felső az szól. Az alsó meg nem. Nem csak kivezérési jelzőn, itt semmi nem szól. Úgyhogy itt lesz valami baj, hogy nem is szól. Mellesleg itt lapul, azzal a bazi nagy hűtött ellenállással. A lágyindítónk ott a reléje, úgyhogy tényleg lágyindítós. De tetszik is, hát ekkor a toroidnak kell, meg akkor a kapacitásoknak kell is a lágyindítás. KitKat. Elvileg behúz relé. Most mindent végigmozgattam, minden csatlakozott, és nem jön hang. Valami gebaszom még. De hogy még méregetni se lehessen csak úgy, ki van kapcsolva, már vagy 15 perce, az se világít, és nem is ketyeg, nem is csinál semmit, és mégis itt van a, még mindig 85 volt, meg a másik felát nem tudtam mérni. Hát kénytelen leszek itt a 60-as 230 voltos izzommal kisütni az egészet, mert az a nagy kondenzátorpakkot tárolja folyamatosan az életveszélyes feszültséget itt nekem. És meg lehet figyelni a sok-sok emitter ellenállást, ugye tranzisztoronként van egy, és ide van írva, hogy full complementary power device unit, hát ott az egyik emitterre ráraktam, és itt a másik emitterhez, bármelyikhez érintem elvileg, és ha érinti ezek is, csak kicsit kokszos a lába, akkor még érintkezik is, és hát ez az ellenállás itt eléggé rötyötyő, de működik, és érintkezik, tehát az emitterek összeérnek, és itt a kimenet ezzel is érintkezik, és ott a végébe kell eljusson ide a reléhez, most a relé mögé ide bekotrok, akkor azzal is sipol, tehát a reléig biztos, hogy eljut a kimenet, hogy ott miért nincs hang, az már más kérdés, azt meg kell fejteni. Hát el nem hiszitek, az összes kapcsoló és az összes csatlakozó újra csatlakoztatása után. Ez is megszólalt. Van bazi hangos, hogy nem merem neki tolni. Sokat nem vesz a leválaszolóval. Jelzok rá kis hangerőt. Baloldali most se ugrál. Megszól. Hát nem hiszitek. Oldal lapját leveszem. Azt ott. És már hozzáférhető is oldalról a panel. Az egyik oldali vezérlőpanel, és itt van a kivezérési jelzőnek mindene is. Meg lehet nézni, a forrasztások rendben vannak, nem-e potméter, kontakthiba van. Ki mit csinál? Hát most kapott egy portanítást, most fogom végigelnőzni, hogy miért nem villog. Amit még nem is mutattam, a végfok modulok így kiszedhetőek amúgy, mert két sín tartja két oldalt. Tehát javítani kéne, nem kell ott benne szenvedni, kirakod ide, és forrazgatod a tranzisztorait. De egyelőre még nem tudom, hogy miért. Miért nem villog, de meg lesz az is. Kivezérési jelző ledes panelján az amúgy négy darab komparátor, mert ezek itt mezei komparátor IC-k foglalatban mellesleg kapják a plusz-minusz 15 voltot, és mégse hajtják a ledeket, ahogy kéne, csak a jobb oldalé. Bal oldal semmi, és nem a potméterem, mert azt tekergettem, és nem csinált semmit. A túloldali is, az legalább válaszolt rá, az áligatta egy kicsit, de... A vicc, hogy a komparátor dolgozik, ez a második led lenne, itt villog, itt viszont nem, a kábel pedig jó.
Ez lenne a második ledés, a harmadikat is megtaláltam. Elő mégse villog, tehát csak a kis panelen lesz a baj, mert a szalag kábelét, azt én bemértem, az tökéletes. Hát a komparátor meg dolgozik, úgyhogy itt lesz a baj elől. El nem hiszitek, rám értem a második ledre, ott van rajta, amikor bekapcsol 24 volt. Hát azzal már bőven világítania kéne. Nem hittem volna, hogy LED baja lesz, úgyhogy most kerítenem kell ilyen zöld ledet. Ilyen profil ledet, valahol van ilyen, nem? Reméljük ilyen hosszú lábbal, aztán hát a világít vele. Egy jó LED a tranzisztor teszterben kollektor emitter közt így világít. Na most a mi kis kiszedett ledünk pedig égatt a világon. Egyik irányba sem csinál semmit, úgyhogy ezt tényleg döglötted is rakom ide messzire, és akkor ezt a ledet fogom, bár hosszabb a feje, de a vége ugyanúgy 2 milliszer, 5 milliszer, azt hiszem, ugyanaz a profil LED, hát valahogy világítani fog benne, úgyhogy jó lesz az. Kb. Így fog kinézni. Hát remélem, hogy tényleg csak azért nem világít a többi sem, mert ő nem kezdi el a mókát. Azok a feketeségek, ja, az csak ragasztó, jó van. Nagy az belül legyen a ledem, mert az nagy baj lenne. Igen, mert hogyha ezek sorba vannak kötve, ezek a ledecskék, és egyesével rángatja föl a lábukat, az a komparátor ott az oldalába, akkor lehetséges az, hogyha az első led nem világít, akkor senki se világít. Mindjárt kiderül. Kiszedtem a kis panelt, mert nagy a gebosz. Ugyanis nem tudom, mi lelte, de a jobb oldali soron a ledek, még ha érintedek is velük, ezzel most 9 voltos használt, 9 voltosan van a műszer zsinór két végén. Hát, edesse annyira. Ez egy vicc. Itt ez jó. De ez is jó, most már meg kicseréltem. És a harmadik már nem világít. Ez se. Nem tudom, mit kapott ez a kivezérés jelző, de ezek a ledek, ezek keményen döglöttek benne, de úgy majdnem mind. Ezek az oldalsók, nem hiszem, mert azok a funkció ledek, de igaz a piros is, tehát az irány jó, visszafele semmi, nem világít. Tehát a ledek kakik. Hogy lehetséges ez? Itt is. Nem tudom, mit kapott ez a csoda, de a jobb oldali sorban például 1, 2, és lehet, hogy menne is feljebb a kivezési jelző. 2, 3, és a negyedik már nem világít. Bal oldalt most ugye a másodikat kicseréltem, azért világít a második, és a harmadik már nem. Hát ez gáz, ki kell cseréljem az összes ledet benne. Hát ez rohadt jó, gyerekek. Ilyen profil ledeket, hát én nem fogok találni. Pirosam talán 2, de a zöld egyforma ennyi biztos, hogy nincs. 2 jó, itt meg 3 jó. Fantasztikus. Csoda történt, még egy sárga világít, képzeljétek el. Ez itt túloldal, utolsó előtt ilyen még világít, a többi ugyancsak nem. Találtam köztük még zárlatosat is, vagy legalábbis ilyen 100 millivolt esik rajta olyat. Itt az első 3 ugye világít. 1, 2, 3, és onnantól semmi. Ebből világít 4, 3 zöld és 1 sárga, ebből a 2 zöld és az összes többi döglött. Hát ez vicces, mi ölhette meg a ledeket, de úgy, hogy nincs rajtuk, tehát belül nincsenek is megfeketedve, nem is értem. Hát hogy lehet egy led megdöglik magától 40 év alatt? Végül is sárga ledem van, pirosom van, zöld is van, csak rövid lábbal, hát van nekem drótom, meghosszabbítjuk a lábát, lezsugorcsolázzuk és felhasználjuk, mert ezek jó ledek. És ha most nem használom, föl sose. Az aparát, mikroszkóp, a jobb kezem, vagy bal kezem, harmadik kezem rajta ledecskével, és így oda lehet szépen forrasztani azt a drautot, és meghagyom hosszúra, ott lesugorcsolom a tövébe, biztos ne érjen össze, és megcsinálom mind a hetet, mert nem is kell az összes, abban 7 darab zöld kell, vagy 8, tök mindegy, van annyi. Az a toldás szebb lett, mint az előző. De jól áthozza a képét ennek a mikroszpóknak. Tök jó. Na így tovább. Hát akkor vintage ledek. Újra hasznosítva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És a 9. is megforrasztva. Nem csúnyábban, mint a többi. Azt a 2-t most már békén hagyom. Elég lesz ennyi led bele. Lezsugorcsövezve, mind megforrasztva, ugye. Akkor már stílusosan az anódot a pirossal és a katódot a feketével. Könnyebb lesz így beültetni, nem kell majd figyelgessem. Na, szedjem ki azt a néhány rosszat.
Csak hogy tuti legyen a harmadik ledet jobbról, ami még ide tartozott és működött, azt átrakom ide, hogy egyforma legyen legalább a négy alsó. Innen jönnek a cserék, most forrasztottam ki az összes rosszat, és hát erre még nem. Én szippantottam ki a lábukat, mert hogy nekem a pirosat is meg kellett hagyjam, mert vonalzóval megnéztem, hogy ez itt síkba legyen. És most, amikor a két vége jó, közé lehet rakni a többit, és ha így ide ráfordítom, akkor az itt egy szintbe tartja őket, és be lehet őket majd forrazgatni. Először csak egy lábat, aztán egyenesbe lehet őket rakni, és a másik lábát is. Ennyi a móka. Jók vagyunk, mert már bekapcsoláskor is. Kivegy a csík! Hát még zenére mindjárt indítok valamit. No, bekerült a helyére a csoda, és már bekapcsoláskor is szépen fölfut, és utána meg még jobban oda tudom lőni neki. Láthatjátok, hogy nem szó szerint ugrálós kivezérlési jelző, hanem tényleg egy szintet jelez. Egy átlag szintet jelez. Ez pont olyan, mint amikor a mutatós kivezérési jelzőre rakunk egy kondenzátor, és onnantól kezdve nem össze-vissza ugrál, hanem szépen egy adott szinten marad. Na most ez is egy átlagot képez a kimeneti jelszintből, és méghozzá két kis elektrolit kondenzátorral teszi. Ezek közül az alsó és a felső páros közül az egyik a csatoló kondia, a másik pedig ez az átlag képző kis kapacitás. Nos, nagyon ötletes egyébként ez a komparátoros megoldás benne, mert ugyanazon szintekre vannak beállítva a két oldal komparátorai, és innentől kezdve biztos, hogy ugyanarra a hangerőre ugyanazt a ledet villantják, úgyhogy ez is egy nagyon szupi kivezérési jelző megoldás, de egy minimális finom hangolást ez a két potméter még egyébként megenged, de nem kellett nagyon hangolgassam, és láthatjátok, hogy csalok vele, mert igazából itt a műhelybe elviselhető hangerővel, bár csak éppen elviselhető, mert óriási hangja van így is, én sárgáig villogtatom ezt az erősítőt. Nos, ezt úgy tudom csak megtenni, hogy persze nem egy-egybe hajtom a hangfalat, hanem bizony 30 ohmos testmérállásokon keresztül. Na most, ha ez tud 4 ohmot, és szerintem biztos, hogy bírja a 4 ohmot, most eleve 8 ohmot kap 30 ohmon keresztül, hogy az a 30 ohmos egyáltalán 30 ohmos, kábellel együtt a Sound King-ek meg vagy 10, úgyhogy kb. 40 ohmon szól ilyen hangerővel, azaz, hogy 40 ohmból jut 8 ohmnyi vagy 10 ohmnyi a Sound King-re, tehát ennek a 10-szeresét elviselné, azaz, hogy azt le tudná kezelni. Hát még egy nagy csalás van ebbe az erősítőbe, hogy a lágyindítója ne kelljen annyit menjen. Hát úgy képzeljétek el, hogy a távfeszültséget rajta hagyja a kondenzátorokon, nem süti ki, ha kikapcsoljuk. Ott van benne a 200 volt, csak a meghajtást, ezt a két oldalsó részt kapcsolja le, és a nyugalmi áramot is elveszi a végtranzisztoroktól. Innentől kezdve benne marad a kondenzátorokba szép, szimmetrikusan ráadásul az a 200 volt, és azért 100 voltonként 30.000 mikró, hát az nem kicsi kapacitás, mondhatjuk azt is, hogy a két vége közt 15.000 mikrót feltöltve 200 voltra, hát ez már gyilkos, úgyhogy veszélyes egy jó szág, azért nem csak úgy össze-vissza nyúlkálunk benne. A végtranzisztorai pedig MJ15-024 nem annyira látszik, és 0-25 alul 10-10 darab, tehát ott van 10 darab 0-24, alul 10 darab 0-25 a párja, mert hát itt írta ugye, hogy teljes komplementári. Na most egy olyan tranzisztor 16 amperes, és 250 wattos, na most ha azt nézzük, egy ágban, aki kapcsol, 160 ampert képes kapcsolni, és 2500 watt. Hát jó, 25 fokon. Amúgy néztem, a grécek ugyanoda dolgoznak a két kondira, tehát a két gréc valószínűleg két szekunder tekersről oda dolgozik a kondírokba, úgyhogy nagyon durva felépítés ez az erősítő, ezzel a 40 darab végtranzisztorral. Mondom, ezek a hűtőbordák igazából így, hogy állandó széllel vannak fújva,
és a trafó is így megvan hűtve, ha azt nézzük, hát mondom, ez vagy 3 kW-os trafó minimum. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó kis olasz csoda. Nem probléma, hogy megjelent ez nálam, és kivezérési jelzőjét is meg tudtam így végül oldani, meg a egyik oldal, nem tudom miért nem szólt az elején. Nos, igen, kivezérési jelző van ugye az, amelyik tényleg csak össze-vissza ugrál, és tényleg zenére ugrál, vannak a csúcstartósok, amikor például ugrál alatta egy, az a két funkciós, és egy-egy leddel meg mutatja, hogy kb. Hol van az átlag, ez maga az átlagot mutatja. Tehát egyértelműen itt most az az átlaga. Na most erre jó halk a zene. Tehát itt ez most nem úgy ugrál, ahogy a átlag kivezérési jelzők szoktak. Na, muzsika nem jön. Na, majd mindjárt oda tekergetem. Itt mindig csak egy LED villog, ugye, hogy hol tart a szint. A többi világít. Igazából a komparátoros így működik. Hát ha erre 4 ohmot rámernek kötni. Ez egy gyilkos rendszer, gyerekek. Ez egy gyilkos. Nagyon durva ez az erősítő. Nekem tetszik. Amit még nem mutattam, szerintem ez az erősítő örök életre készült, azon túl, hogy ezekkel a pufferekkel, mint mondtam, kikapcsolás után sem távozik a távfeszültség, és szimmetrikusan tartják azok a nagy kondik bizony a 2x100 voltot. Minden aranyozott, gyerekek. A kapcsolóknak az érintkezői, ezek a gyors csatlakozók, most nem nyúkálunk, mert tényleg itt azért nagyon nagy feszültségek vannak, a gyors csatlakozók pinnyei aranyozottak. Nagyon durva, ebbe azért van költve pénz, igaz, nem most készült, akkoriban költöttek bele pénzt. Szerintem még az a rally érintkező is aranyozott. Szóval nem semmi kis cumó. Nekem nem ez az ellenás, nem aranyozott, csak olyan színű. Nekem ez a cumó nagyon tetszik. Jó, nem kell, rohadt nehéz, tényleg 32 kg. Az olasz macsó végül működőképes lett mindene, ha azt nézzük, és újra mutatja, hogy hol tart hangerőbe. Persze mondom, én csaltam, mert én nem azon az ellenállás értéken hajtottam, amit ő elviselne. Igen, csak szép felépítésű belülről, és tényleg ekkora erőművet a PV2000 óta én nem is láttam, úgyhogy ebbe ugyancsak van anyag. Hát, akkor még megépítették rendesen az erősítőket, és mivel, hogy mondom, ez is van vagy 30 éves, szerintem alsó hangon ez az erősítő, ezekkel a csatlakozásokkal, ezekkel a kivitteli módokkal, amivel elkészült, ezzel elérték azt, hogy igazából egy hibamentes üzemet idáig kibír. Azt gondoltuk volna, hogy a ledek örök életűek, hát itt a válasz rá, hogy sajnos nem, és egy maréknyi ledet küldök haza vele, hogy ezek bizony megdöglöttek, és nem tudom, hogy mitől, mert semmi feketedés. Régen öltem én meg ledet túlárammal, de annak a kis tégejébe be lehetett látni oldalról, hogy megfeketedett a tartalom. Ezekben semmilyen nincs, egyszer csak elhaltak. Elfogyott belőle az anyag ennyi év után, de szerencsére az összes többi alkatrészből nem fogyott el, úgyhogy gyönyörűen működik, és újra teszi majd biztos a dolgát, úgyhogy ilyet is láttatok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is, majd még jövök, sziasztok!